Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Hosszú szünet után ismét teljes forduló keretében léptek pályára a Városi Kispeás labdarúgó bajnokság csapatai. Gondolhattuk, a hetedik játékhéten most már végre magára talál az eddig botladozó Turulline. Előjáróban annyit nem így történt. Most lássuk a Turulline maratonsport összecsapást. Alsóházi rangadó a Városi Kispeás labdarúgó bajnokság hetedik fordulójában. Nem véletlenül nem tettem, hogy alsóházi rangadó, hiszen eddig egyik csapat sem szerepel túl jól a szezonban. Tiszta zöldben a maratonsport megszokott sötétkék, illetve világoskék kombinációjú szerelésében a Turulline. Nézzük, hogy áll a két csapat az előbb említett tabellán. 6 forduló után a Turul a 10. 2 győzelemmel és 4 vereséggel, 27-45-ös gólkülönbséggel, mindez 6 pontot jelent természetesen. Maratonsport 12. 6 meccsen, 1 győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség, 16-27-es gólkülönbség, 4 pont. Ez tehát 6 forduló után. Az eredmények, nézzük a két csapat összeállítását. Mindenre van időnk, hiszen eddig nem történt említésre vétó esemény a mérkőzésen. A Turulline-nál a kapuban Fekete Ferenc, a mezőnyjátékosok, akik szóhoz juthatnak a mai mérkőzésen, 9-essel Molnár László, 11-essel Paral Bálint, 5-össel Schneider László, 6-ossal Magda Csaba. Közben egy jó beívelés, legjobb kirúgás lett a vége. 13-assal Vörös Gábor, 21-es Németh Zsolt, 15-ös Király Géza és 99-es Beke Attila. Maratonnál a Sánta Tibor, mezőnyjátékosok Fodor József, 3-assal, 9-essel Molnár Zoltán, 5-össel Tischer Ferenc, 8-assal Gál Péter, 4-essel Jánosi János, 9-essel Vég Tamás, 10-essel Halmai Tibor, 6-ossal Szabó Zoltán, 7-essel Kovács László, 5-össel Winkler Gábor és 4-essel Emperger János. Gondolom feltűnt kedves nézőiknek, hogy két 5-öst, illetve két 4-est, illetve két 5-öst és két 9-est említettem. Ez nem véletlen, nem nyelvbotlás volt. Két azonos számú mez van a maratonnál. Gyere, majd figyelnünk kell. Miközben Sánta fejelte ki a labdát. Magda végezte a bedobást. Megelőzték Gált. Nincs, egy lövőcsel volt, Schneider. Paralellő végül kirúgják. Jánosi volt az, felszabadított. És Sánta tolja ki a lövés szöglet. Magda végzi el. Nem nagyon mozognak a társak, nincs kinek adni. Le is vágódik a sorfalt álló emberről. Beke tette haza Feketéhez, Beke. Nagyon rossz mozdulatot, pont arcon találta a maratonjátékos talabda. Magda is ez kim volt. Nézzük, hogy szerepel két együttes. És nem a tabellára gondolok, hanem milyen eredményeket játszottak. Az eddigi 6 fordulóban. A maraton előbb 2-1-re legyőzte a Dekkebaut, aztán 2-1-re kikapott a C plusz V-től, 6-2-re a Kupfecától, 6-4-re a Brettontól, jött egy 7-2-es vereség a Bombontól, tehát zsinórban szenvedett 5 vereséget, illetve 4 vereséget. A maraton és a legutóbbi fordulóban 5-5-5 játszott a csapat a Bádogossal, Szabó közben a labdával. Szabó, ez nagy helyzet, még mindig Szabó, és nem lőtt el, hanem passzolt a Gálnak, így oda lett a lehetőség. Megint Szabó, vég, belelépnek, és nincs kint a labda még. Schneider volt az, aki oda tette a lábát a passzba. De nem szabadult még fel a kékek kapuja. Szabó, gyönyörű megoldás. A negyedik perc végén Szabó Zoltán találatával megszerzi a vezetést a maratonsport. Kicsit hosszúnak tűnt a labda, amit kapott Szabó, de végül is utolérte és jól oldotta meg. Jó volt a helyzet felismerés. 1-0. Bedobás a maraton javára. Gál. Fekete az, aki hosszan előreíveli, Beke nem érhette el, hiszen hosszú volt nagyon a labda.
maraton eredményét már áttekintettük. Nézzük a turul, hogy szerepelt eddig. Nem kezdtek túl jól a kékek, 11-3-as vereség a Bombontól, aztán 10-2 a Bádogostól, ez is egy kudarc. Aztán 11-4-re megverték a Jó Rádiót, a következő fordulóban 4-2-re a Track Trailert, majd jött egy újabb vereség, 11-3-ra kikaptak az Old Boys csapatától, és a legutóbbi fordulóban a MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronosztól 7-4-re. Közben itt az újabb lehetőség, Szabó megint, 2-0. Nagyon szép volt az akció. Szabó volt az, aki ismét betalált 2-0 ezzel. 2 perc alatt 2 gól. Hát eddig jól áll a maraton. Ismét elaludt a turul védelme, és könnyedén zicserbe kerültek a zöldek. Magda. Schneider. Nem tudta magát áthámozni. Jánosi bedobás. Paral. Továbbra sem nagyon mozognak elő a társak, így könnyedén elhalászhatta a labdát vég. Sánta Ezrosz. Elnézést kér végtől. Nagyon magas volt a labda, és kikanyarodott az oldalvonalon túlra. Beke. Ez sem volt sokkal pontosabb. Kirúgás. A 7. perc közepén Szabó duplájával 2-0-ra vezet a csoport. Magda. Arra előrefélt labdáját szelidítette meg. Igaz, csak rövid ideig. Schneidert megelőzik, Beke. Paral. Kénytelen kihozni a kapu elől, és még Beke. Vörös, ezt nem lehet elérni, hosszú volt. Egyenlőre az a csapat vezet, mely kevesebbet bázik. Pontosabban játssza meg a labdákat, jobban használja ki és alakítja ki helyzeteit. Közben egy óriási hiba. Hát most könnyedén szépíthetett volna a turul, ha egy kicsit pontosabban céloz Vörös Gábor. Sánta. És itt majdnem egy öngól végpróbálta hazafejelni. Nem számított rá Sánta. Ajándékszög lett a turulnak. Ezt is Magda fogja elvégezni. De csak Vörös. És Paral a kapu előtt. Nem is üt el hozzájuk a labda. Szabó. Pillanatra egyedül hagyták, de Paral visszazárt és elfejelt előle a labdát. Paral Bálint. Hátra egészen feketéig. Beke. Magda. Szép a csel, de visszazár vég. Most egy kicsit elkönnyelműsködték a maratonosok. Beke. Paral. Nem jutnak egyről a kettőre. Paral. És végül kipöccintik előle. Podor volt. Paral húz befelé, és végblokkolta a lövést. Gál pedig fordulhat. Visszaérnek közben a kékek. Bedobás. Gál. Így rögtön helyzet, és rögtön gól is. Egy jó átadással rögtön helyzetbe került Gál Péter, és ki is használta. Vég második gólpasszát adta a mérkőzésen. 3-0. Magda. Paral. 10. perc közepén járunk, egy hasonlóan jó passz, mint az előbb a gólnál. Még ott a lehetőség, és Vörös lövi el
szöglet. Szépen fordult le Winklárról, aki a gól után állt be csereként, és jó volt a lövés is. Ezúttal is Magda, ez sokkal jobb, mint az előzőek, a szöglet, parallőte fölé. Minden esetre több volt ebben a szituációban, mint ami lett belőle végül. Gál, a harmadik maratongól szerzője, most elvesztette a labdát, Paral. Kicsit talán álmosan kezdte a mérkőzést a Turul. Mindenesetre az utóbbi 5 percben sokkal jobb teljesítmény nyújt, mint az elején a mérkőzésnek. Schneider a bedobással. Csak Bekét lehet megjátszani. Schneider ismét dobhat. Nagyon zártan védekezik a maraton, nehéz betörni oda. Nehéz helyzetbe hozta most végig kapusát. Winklár. Szabott meg elő Ziparral. Magda. Megkeveri Winklárt, és bizony oda kellett lépni a lövésbe. Szabó fordulhat, egy kicsit lassítania kell. Gál. Most teszi középre, és szépen szerel Schneider. Beke aztán eladja, Szabó, és mellé. Beke elvesztette a 9-es vonalon túl a labdát, és azonnal helyzet lett belőle. Cserélt közben a Turulline is. 21-essel Németh Zsolt a pályán. Vörös Gábort váltotta. Paral. Schneider, ez hosszú. Ez belement Beke is. Király Géza a helyén most. Kirúgásra pedig Sánta Tibor. Alaposan megnézte, hova rúgja a labdát. Gál felé. Gál. Még beteszi középre, és Feketének kell kitolnia oldalra. Marad a labda a zöldeknél. És ismét Gál veszélyeztetett. Megpróbál kontrázni. A Turul szabadrúgás. Winklár volt az, aki szabálytalanul állította meg Németh Zsoltot. Paral. Király. Schneider. Nem olyan tudnak előre jönni a Turul játékosok. Rendre elakadnak a támadások ott a középpályán. Magda. Könnyedén lefülelték most ezt a paszt. Magda. Üresen Paral. Még vezeti. És Winklár az, aki kivágja végül a kapu előteréből. 14. percben járunk, 3-0-ra vezet a maraton, Szabó 2, illetve Gál 1 találatával. Jól fordul le most Király, és Winklár az, aki kivágja előle ismét. 7 percen belül másodszor tisztázott Winklár kapu előterében. Magda. Németh. Ketten állnak előtte, és végül a túlerő győz. Szabó. És 3-1-ben vihetik a kapura a Szabó. Nem passzol, hatalmas gólt lő. Így, hogy ez lett az akció vége, megérte nem leadni a labdát a társaknak. Hatalmas gólt ragasztott Szabó. Turul kapujának jobb oldalába.
nagyon jól védekezik a maratonsport, és egyelőre nem találja a védekezésnek az ellenszerét a Turul, a jó védekezést pedig kiváló kontrák és jó támadás befejezések követik az ölveknél. Dióhéjban ennyi a mérkőzés története eddig, és ott az első nagy lehetőség talán, és eladják a labdát, Szabó fordulhat megint, és végül felszabadítanak előle, Király Géza volt, tisztázó játékos. Végérkezik a második hullámban, ez messze fölé, szállt nem okozott komoly veszélyt. Schneider. Csak hátra ismét a passz, Paral. Német, jó a csel. Gál szabálytalankodott. Német hagyja Magdának a labdát. Parral egy távoli lövés. Winkler volt az, aki kirúgta. Valamennyit haladt előre most a Turul támadás ezzel. Szabó. Ismét fordulhatnak a zöldek. Gál a hosszú oldalon. Ott az érkező ember, de hosszú volt a labda. Palmai jött a jobb oldalon. A szabadrugás előtt jött be csereként. Jobb változás ezúttal a Turulnál. Monár László érkezett 9-essel. Halmai. Vég. Nagyon jól oldja meg a védő feladatát, és adott már két gólpasszt is. Ez most rossz labda volt Szabónak, nem érhette el. Paral. Király. Némettel próbál összejátszani, Gál az, aki lefülelte. Winkler. És szabadrúgás. Halmai volt az, aki megfogta ellenfelét, Molnár Lászlót. Jogos a szabadrúgás. A 18. perc közepén kirúgással folytatódik a játék. Újabb csere a maratonnál közben. A másik 9-es Molnár Zoltán lépett pályára. Tehát figyelni kell a 9-esekre. Magda jön üresen, és végül kifejelik. Molnár tisztázott. Újabb szöglet, a sokadik Turulsarok rúgás következik. Magda. Át a hosszú oldalra, Paral, kapásból gyönyörű lövés volt. Ez igen. Jól jött a labda. Remekül is találta el. Paral. És mindenképpen meg kell említenünk Sántát, aki gyönyörűen védett. Igaz, most utána kirúgta a labdát az oldalvonalon túlra. Molnár László. Paral. Ez könnyed zsákmány Sántának. Szabó felé. Veszélyes volt. Jó szállt a labda Szabó felé, és végül Paral fejelte ki. És egy remek védés Feketétől. Halmai lőtt kapura. Winkler. Vég. Most túlerőben volt a Turul. Meg is szerezték a labdát. És egy szép szerelés. Szabó, ez így helyzet, Szabó elviszi a kapus mellett is. A negyedik gólját szerzi Szabó Zoltán. És még csak a 20. percben járunk, ezzel 5-0 a maratonsport javára. Nagyon megy ezen a mérkőzésen Szabó Zoltánnak, és nagyon megy a maratonsportnak. Magda. Paral. Magda. És hatalmas védés Sántától, még mindig ott a labda, és kivágják. Magda, és megint Sánta véd. Nagy tűzi játék most a maratonkapu előtt, és végül most szelídíti meg
a maraton egyese a labdát. Hát fél perc alatt most legalább 3 gólt lövetett volna a Turul. Ebben a fél időben még 5 percük van erre. Vég. Halmai teljesen üresen. Jól lépett ki a védőfalból Német. Kicsit hosszan teszi maga elé. Azonban marad a labda nála. Bedobás. Megvártam, mit mutat a játékvezető. Szóval nem lehetett igazán jól látni, hogy melyik játékosról pattant ki a labda. Miért hagyja Paralnak. Winkler kicsúsztatja. Újabb bedobás, de ezúttal a másik oldalról. Nem lett belőle gólveszély a bedobásból, hátra került egészen feketéig a játékszer. Német elveszti, vég. Középen már jött Szabó, ez szabad rúgás lökésért. Vég került a földre, szabálytalankodó játékos pedig Molnár László. Almai a labda mögött. Középre gurítja, és ott a következő maraton találat. Szerzője Molnár Zoltán, ezzel már 6-0. Nem vették igazán komolyan Molnár próbálkozását ott középen, pedig komolyan kellett volna. A 22. percben járunk, amikor 6-0-ra vezet a maratonsport a Turul ellen. Volt lehetősége a Turulnak is, nem tudtak élni vele. Ez nagyrészt a jóvédő Sántakapusnak köszönhető. És nem volt középen érkező játékos. Szépen játszotta most ki ezt a helyzetet a Turul. Paral. Német. Kötényt adott végnek. Molnár László, Paral. Szép a kényszerítő. És kint volt a labda. Bedobás. Szabadrúgás, Paral volt az, aki szabálytalanul lépett oda. Gyakorlatilag a félpályáról jár a szabadrúgás, gyorsan lefüleli a Turul a labdát. Király. Bedobás. Ott volt az érkező ember. Ismét próbálkozhat Király. A hosszon érkezik Molnár és Szabó az, aki kicsúsztatja előle. Rendületlenül próbálkozik a Turul, és meg is lett volna lehetőség a szépítő találatra. Király lövését spárgázta ki. Sánta. Tehát üsz-üsz próbálkozik Turul, igazán a kapu előtt nincs szerencséje kétkezes csapatnak. Német. Tartja még a labdát, és ismét Sánta bravúrra van szükség. A maraton oldalán, hogy megóvják kapujukat a góltól. Molnár elveszti a labdát, és most fordulhatnak a zöldek. Halmai kicsit bizonytalan volt, de marad Szabónál a labda. Szabó mellé. Talán ha passzolt volna Szabó, többet tudott volna hozni maradt a csapata ebből az akcióból. Paral. Ez most szép támadás Magda mellé. Hát tényleg nincs szerencséjük a túljátékosoknak. Halmai. Jó a kiugratás. Feketének kellett kilépnie kapujából, hogy tisztázzon. Sánta alaposan megnézi, kit válasszon. Vég.
Halmai. Vég. A kapufára jön vissza a labda. Szabó. Megcsinálja a cselt, és belövi a 7. maraton találatot. Szabó jó formában van ma. 5 gólnál jár már egymaga. A két másik találatot. Molnár. És gál szerezte, és gyakorlatilag ez a félidő eszenciája. Hiszen nálam már lejárt a rendes játékidő, így is van, lefújják a játékvezetők. A szünetben tehát maradt a sport 7-0-ra vezet Turulány ellen. A második 25 percet a maraton kezdi, és náluk az előny is 7-0 az állás. Winkler, vég, ismét Winkler. Hosszan előre nyújtja a labdát, és sikerült kiemelni. Aztán egymást zavart a végés Winkler, így jöhet a Turul. Beke begyűjti végül a labdát, a palánk mögül. Molnár. Kint volt, bedobás. Jánosi. Gál, ő szerezte maraton 3. találatát. Vörös. Újabb bedobás. Marad a labda a zöldeknél. Kovács László, aki szünetben jött be a maratonba. Harcolta ki. Schneider. És végül Parallaz, aki majd kihozhatja itt a kapu előteréből. Inkább hátra passzol. Beke. Paral, már lövőhelyzet, el is lövi Paral Bálint nem sokkal mellé. Tehát néhány centiméter hiányzott az első túlgólhoz. Az első helyzet második játék részben, tehát kékmezesek előtt adódott. Rossz százalékban használják ki, illetve semmilyen százalékban nem használják ki a helyzeteiket Parallék. Igaz, ebben oroszlán része van, Sántának is. Az első fél időben rengeteg nagy helyzetben hárított. Schneider. Molnár szerez labdát. Végül Beke az, aki megoldja a helyzetet és elhozza. És jó volt a keresztezés. Winkler tisztázott. Molnár. Elveszti a labdát, Gál mehet egyedül a kapura. Gál. Elviszi a kapus mellett, és megvan a 8. maratongól. Kellett ehhez a találathoz Molnár László hibája, aki elvesztette a félpályán a labdát, Gál pedig szép hozta meg a helyzetet. 28. perc végén 8-0 már a maraton javára. Jánosi dobhat, hagyja a lehetőséget végnek. Parol és Winkler utott össze, szabadrúgás. Úgy tűnik a szabálytalankodó játékos sérült meg jobban Winkler. Kicsit benszorulhatott a levegő az ütközésnél. Két tagú sorfal egyelőre. De nem lenne meglepő, arra végül is legurítaná a labdát. Nem gurította le előtte, ismét kellett egy Sánta bravúr. Őrzi védi a maraton, kapott gól nélküli mérlegét a mérkőzésen. Paral. Marad a Turulnál a labda. Ott most nem volt érkező ember. Sánta pedig
szépen ki is engedi. A bedobás. Molnár rosszul csúsztatja meg. Jöhetnek a kékek. Molnár László. Karal. Nem tudja elvinni. Gál. És ott az újabb maraton találat. 9-0. A 31. percben járunk. Gál harmadik gólját szerezte. Rajta kívül Szabó 5-ször, Molnár Zoltán 1-szer volt eredményes. Paral. Winklerról ment ki végül. Vörös. Paral. Nem sok íja volt. Szép volt a mozdulata, hogy rádölt Paral. Néhány centiméter hiányzott ismét. Paral Bálint. Vörös. Schneider teljesen egyedül a túloldalon. Nem volt túl pontos a bedobás. Talán majd ez, hiszen oldalvonal mentén hagyta a labda a játékteret. Nem, tévedtem. Kirúgás végül is. Vörös. Kapura tudta még emelni, de nem tudta már igazán irányítani a labdát. Ez egy rossz kidobás. A 33. percben járunk, 9-0-ra vezet a maratonsport. Én úgy érzem, hogy a három pont sorsa már eldőlt. A túl azonban mindent megtesz a szépítő gólért, de nincs szerencséjük. Láthattuk ennél a helyzetnél is. Hátul nagy hiba százalékkal dolgoznak a kékek, gyakorlatilag emiatt tudott elhúzni az ellenfél ennyire. Elől megvannak a lövéseik, a helyzeteik, vagy a nagyszerűen védő kapus, vagy pedig a kapufa ment, vagy pedig mellé száll a labda, vagy fölé. Paral. Íme, erre látunk ismét példát, mellé ment. Winkler ment leközben. Az ötös számú Winkler ment le, de maradtunk ötös számú játékos nélkül, hiszen a másik ötös számot is serjött a helyére. Molnár László, belelépett Gál, dobhat a turul. Paral. Schneider, ez lövőhelyzet. Schneider, belelépett végig. Beke. Nincs kinek adni most a játékszer. Beke forgolódik. Beke. Ez is mellé száll. Nem számoltam hány lövésük meg mellé a turul játékosoknak, de biztos, hogy 20 fölött járnak már. Vég hosszan előre, ott nincs senki. Csak fekete kapus. Schneider. Molnár László. Lágyan próbált előre ívelni. Végül is eljutott a csapattárshoz, kis kerülővel. Beke. Beke, jó a csel. Passz már kevésbé volt pontos. Megint csak Beke. Jánosi. Beke volt az, aki most tisztázott ebben a helyzetben. Bedobás a maratonja vára. Mennyiben előkerül a labda természetesen. Játékszer csak adálja, hogy Jánosi elvégezze. Gál. Ide-oda pattogott most a labda, nem tudta senki megszelídíteni. Vörös. Nem tudja megtartani. Schneider.
óriási harcmat Molnárral, és végül bedobás. Addig-addig birkoztak, Molnár ott a labda az oldalvonalon túlra. Molnár László. Vörös. Ez rossz passz volt most. Beke füleli le. Paral. Szép a csele, ahogy elment vég mellett. Paral még mindig. Nagy akarással játszik Paral Bálint. Molnár lövi el. Mellé. Cserélt a turul. Paral Bálint ment le. Játékos király Géza. Ez a fejes nem volt igazán veszélyes. Kirúgás után Gál csúsztatta meg. Schneider. Király. Beke. Oda nyúlt János, így oda lett a lendület. Schneider. Beke. Rossz a passz. Gál. Jól viszi el Gál. Jánosi egy az egyben szemben a kapussal, még tovább, Gál, és mellé. Molnár László. Vörös. Király. Szép a szerelés. Gál. Rosszul veszi át. Jól lépett ki a kapujából Fekete, és visszaadják Gálnak a labdát. Visszapasszolták a labdát Gálnak, ő pedig élt a tálcán kínált lehetőséggel. Ez volt a maraton 10. gólja. És Gál Péter lassan utaéri Szabó Zoltánt. 4-nél jár, még Szabó 5-nél. Tizenkét perc van hátra a mérkőzésből. 10-0. Király. Vég. Szabó. Gál. Gál még mindig. Jól lépett közbe Király. Szabó. Hosszú idő után ismét a pályán. Beke. Ez jó labda. Túloldalon üresen jött Király, nem adta Vörös. Helyből tovább teszi, akkor bizony komoly gólveszély alakulhatott volna ki. Schneider. Molnár belekapott a labdába, nem tudta már irányítani. Sánta érhet, nem kapkodja el a kirúgást. Gál még megcsúsztatja, ez Feketének jó csak. Vörös. Király. Schneider. Molnár László. Szépen fordult le most Király. Szabó. Még meg tudta tolni. Szöglet. Cserél a turul. Lejön Vörös és Beke. A helyükön Német és Magda. Vég. És lábbal hárít Fekete. Szabó. Vég. Gál. Király gyűjtötte be a lecsorgó labdát. És indul Magda passzával. Ez rossz volt. Német nyúlt bele. Molnár László megelőzte most Gál Pétert. Ketten is a hosszú oldalon. És lábbal hárít Fekete, ráadásul úgy, hogy visszapattant a labda Szabó Zoltánra, egy kirúgás. És megkezdődik az utolsó 10 perc. Német. Nagyon harcos Tischer.
Ez kim volt, kilépett a labdával, Sánta Szöglet. Még kapura tudta. Kellett lépni a kapujából, felugorni a Sántának, így lett Szöglet a dologból. Király. Ismét Tischer volt az, aki tisztázott. Schneider hagyja a bedobást lehetőségét Molnárnak. Király. Dobás jó volt, csak éppen a másik oldal dobhat. Gál. Ez nagyon magas. Molnár László. Schneider. Almai bedobással. Gál kis szerencsével tartja meg. Almai. Nem tudta már megmenteni a vonal előtt. Dobhat a turul. Schneider végül nem rúgja, hanem felveszi kézbe, és úgy végzi el. Német. Szöglet lesz. Beleért Tischer Ferenc. Német egyre nem tudja, kit válasszon. És még Tischer volt az, aki tisztázott. Az első fél időben Winkler, a második fél időben eddig Tischer az, aki rendre kipöcköli a labdákat onnan a kapu elől, a maratonjátékosok közül. Másik oldalon ez a szerep főleg Molnárra és Schneiderre vár. Fekete végül hagy a Schneidernek. Íme megint Tischer volt az, jókor jó helyen állt és fejelte a labdát. A 43. percben járunk, 10-0-ra vezet a maratonsport. Szabó Zoltán 5-ször, Gál 4-szer, még Molnár Zoltán 1-szer volt eredményes eddig. Cserél a maraton, Gál megy le, Molnár Zoltán érkezik a helyére. Schneider szépen előzte meg Szabó Zoltánt. A kötény jó volt, ügyel bajja meg is tartotta, de csak eddig a pillanatig a labdát a turul. Almai. Dobhat a maraton. Már nem tudja megcsinálni a cselt, igaz, visszaszerzik a labdát. Egy távoli lövés Tischer volt, aki a félpályáról megeresztette. Jó egy méterrel ment mellé. Azt hiszem, a mérkőzés egyetlen nyitott kérdése már csak az, hogy lesz-e túl becsületgól. Schneider. Jó a kényszerítő. Német ellövi mellé. Ez most már elkerült. Még. Egy hosszú keresztlabda Szabó felé, ezt nem lehet elérni. Király. Magda. Német szépen fordult le most is erről. Magda mellé. Nagyon sok lövés száll a kapu mellé. A zöldek oldalán. Német csúsztatja meg, Magda. Nagyon szép. Gyönyörű mozdulata, sarokkal tetett tovább Magda. Egy kicsit hosszabb, jó is Németnek. Vég. És összehozott egy szögletet vég. Német. Magdának próbálja átíveli kapásra, mellé. Sánta valószínűleg Szabót próbálja majd megjátszani. Neki szánta, nem volt túl pontos.
király. Schneider le is veheti, befordul, és megvan a becsületgól. Nagyon szép támadás végén szerzi meg első találatát a Turul. Jó volt a kapu elé ívelés, Schneider megszerítette, majd előtte a vetődő Sánta mellett a bal alsó sarokba. 10-1 ezzel. Négy perc van hátra még a találkozóból. Schneider. Tischere vezette rá. Halmai. Vég. Nincs csak Halmai. Még szépen hozza fel a maraton a támadást. De visszafele kell játszani, hiszen rossz volt a passz. Így pedig már a Turulé. Molnár László. Schneider. Jól fordul le Halmairól. Szabadrúgást is kap, hiszen oda lépett Halmai. Magda. Német. Jó a csel, Német. Még tovább. Nem igazán volt veszélyes a lövés, de úgy lett igazán élvezetes és jó az akció, hogy beleér Schneider, hiszen visszapattant a kapu elé a labda. Molnár Zoltán. Egy nagy lövés fölé. Molnár László, király. Német. Schneider nem indult. De végül megmenti a Turuljátékos kalapdát. Nem nézett most fel Molnár Zoltán. Molnár László. Német. Marad a labda a kékeknél. Schneider. Könnyedén adta most. Igaz vissza, hogy szerezte utána. Szabó Zoltán húzta vissza Schneidert. Ezért járt a szabad rúgás. Magda. Nem tudta elvenni Fischer mellett. Király. Bellépett Fischer. Bedobás. Vég volt az végül, aki kivágta a labdát a kapu előteréből. Az utolsó percek kezdődnek, már 10-1-re vezet a maratonsport a Turulány ellen. Német. Elveszti, Szabó. Jó a csel, Szabó. A második már nem jött be. Bedobásra véget kereste ott a hosszú oldalon. Fischer. Molnár Zoltán. Szabó. Ez is jó csel, Szabó. És feketéről jön ki a labda. És bedobás. Pörgött a labda, nem tudta megszelídíteni. Szabóról megy ki, kirúgás. Nem bedobás volt. Paral, visszajött az utolsó percre. Paral Bálint. Szabó. Hosszú oldalon Halmai, hosszú a labda. Schneider. Ott nincs senki, Sántán kívül. Szabó. Jó a középjátszás, vég. Visszateszi Szabónak fölé. Szép akció volt. Schneider. Német. Gál, ő is bejött a végére. Gál. Létszámfelében a maratonjátékosok most, és nem tudta középre tenni Gál. Volt a blokkolás Némettől. Vég. Gál. Ott nincs senki. Király. Végfületele a paszt.
és szabálytalankodik vele szemben Paral, szabadrúgás. Átette nagy műgonddal a labdát, aztán hagyja végül Szabónak. Vég. Vég egyből kapura a szabadrúgást, igaz elég messze volt. Paral. Megtartja. És rövid volt a visszakapott labda. Itt tudott tisztázni Tischer. Német. Király. És ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek. Maratonsport végül 10-1-re legyőzte a Torullány csapatát. Az első félidőben 7-0 volt az állás. Nézzük a gólszerzőket. A Torullány egyetlen találatát. Schneider szerezte a másik oldalon. Szabó 5-ször, Gál 4-szer, Molnár Zoltán 1-szer talált be. Még egyszer a végeredmény. Maratonsport Torullány 10-1. A hetedik forduló egy igazi meglepetéssel szolgált. A Bonbon elvesztette veretlenségét, így lecsúszott a dobogóról. Részletek az összefoglalóban. A papírforma újabb bádogos diadalt ígért a hetedik fordulóban, azonban meglepetésre a sárgamezes Fevita szerzett vezetést a két csapat összecsapásán. Nem örülhettek sokáig a hűtőgyáriak, mert a bádogos egy bedobás és egy szöglet után megfordította az eredményt. A második félidő elején a Fevita kapusa sérülés miatt kiállni kényszerült, ennek ellenére letámadt és szépített. Az újabb sérülés már megpecsételte az idén gyengélkedő Fevita sorsát, és a hajrában bebiztosította győzelmét a bádogos, 5-2-re nyert. Elég gyengén kezdtünk, ők eléggé pörögtek, rosszul játszottunk az elején, aztán utána, miután vezetőszeztek, nagy nehezen visszahoztuk, aztán sajnálatos, hogy megsérültek náluk ketten, ez nagyjából el is döntötte az egészet. Kevesen is voltak, még meg is sérültek, mi azért elég sokan voltunk, tudtunk cserélni, és még a rossz játékkal is, de azért nyertünk. 10-12 igazolt játékosunk van, szerint 4 plusz 1, 5 plusz 1-et tudunk járni, mezőny játékosunk kell kapuvére, ez az ősz, ez így fog eltelni. Ráadásul az egyik legjobbunk a Szente Bandi. Ő se bír bekapcsolódni még, hát bízunk benne, hogy 2 hét múlva az utolsó 5 meccsre összeszedjük magunkat. A sereghajtó jó rádió pontjai gyarapítása érdekében erőteljesen kezdett az Old Boys ellen, azonban a piros mezesek a legnagyobb helyzetekből is képtelenek voltak eltalálni a kaput. Nem úgy az Old Boys, mely együttes már az első félidőben 5 gólos előnyre tett szert. Az alkatrészeire szétesett rádió a szünetben összeszedte magát, és rákapcsolt, sőt a szépítő találat is összejött. Az újabb gólszerzésre törekedve őrsiék nem figyeltek a kontrákra, és a fehérmezesek tovább növelték előnyüket. A végén a jó rádió kozmetikázta az eredményt, így az Old Boys 10-3-ra nyert. Az utolsó 5 percben tudtunk 4 gólt, el is dőlt szerintem. Igazából engem is meglepett ez a mai játékunk, mert ez ennyire azért nem jelent utánk ez a sok gól. Múlt héten 1-0-ra kaptunk ki, most a 10-es jött ki. Egyszer így, egyszer úgy. Ma nagyon jól játszottunk. Ez megint egy csúnya este volt a mi számunkra, azt hiszem. Nekünk állt a zászló még akkor is, amikor 1-0-ra ők vezettek. Volt 4-5% az ígyszerünk, képtelenek voltunk berúgni egész egyszerűen, és utána ez lett előle. Fejben nem vagyunk ott. Minek köszönhető az indiszponáltság? Nem tudom neked megmondani, az igazság. Ez a csapat, ez nagy része együtt játszik 5-6-7-8 éve, és ilyen eddig nem volt. Tehát egész egyszerűen keresem az okot, de nem találom. A Klubfeca Csépluszi Atlantis Páp találkozó elején 2 szabadrúgás kombináció vezetett eredményre, így a Feca gyorsan magához ragadta a kezdeményezést. Az idő múlásával egyre kiegyenlítettebb lett a játék, azonban a Csépluszi védelmének kihagyásai továbbra is a Feca malmára hajtották a vizet. A második játékrészben elhúztak a piros mezesek, de a Csépluszi játékosai nem adták fel és felzárkóztak. Egyenlíteniük már nem sikerült Szabóéknak, a Klubfeca pedig a végén megadta a kegyelemdöfést, és 7-4-re nyerte a találkozót. Úgy érzem, még jobban játszottunk, sajnos voltak kiadásaink, voltak periódusai mérkőzésnek, amikor nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna, sajnos nem tudtuk kellően felpörögni, de így is úgy érzem, hogy nem volt semmi probléma, maga biztos győzelmet arattunk. Jó mérkőzést játszottunk, gólokba gazdag mérkőzés volt, úgy érzem, hogy egálva tudtunk velük játszani a fiatalok, tehát az a 10-15 év különbség meglátott. Gyorsabbak voltak, de hát nem vallottunk szégyent. Alaposan meglepte a Bonbont az újonc Fejérvíz a két csapat mérkőzésének első félidejében. A fekete-sárga alakulat agresszív letámadásával és csupaszív védőjátékával rendre hibára késztette a rutinosabb ellenfelét.
A cserejátékosok nélkül felálló Bombonnak ekkor nem volt ellenszere erre a harcmodorra, így a szünetre 3 gólos hátránnyal vonulhattak Molnárék. A második játékrész elején akár el is dönthette volna a mérkőzést a Fehérvíz, az óriási zicser azonban kimaradt. A 6 forduló után veretlenül álló Bombon hatalmas energiákat mozgósított az egyenlítés érdekében, és ezeket a próbálkozásokat a 47. percre siker is koronázta. A fordulatoknak azonban még nem volt vége. A Fehérvíz 1 percen belül ismét vezetést szerzett, és ezzel a góllal 4-3-ra legyőzte a Bombont. Most kaptuk el is igazából legjobban a fonalat. Hát szerintem a játékban most már igazából voltak olyan elemek, amit elvileg ezen a szinten már meg kell tudni játszani. Hát a helyzet kihasználásunk az, hogy mondjam, talán 50%-os, mert igazából el lehetett volna dönteni 3-0-nál a meccset. Hiába 5-en állunk fel, akkor is győzni szeretnénk, és nincsen cserénk, végighajtjuk a mérkőzést. Sajnos rajtunk kívülállókok miatt is néha hátrányba kerülünk, és ez elég kellemetlen. A bajnokságban 100%-os teljesítménnyel listavezető Bretton RT a Dekkebau elleni összecsapáson nem sokat várt a gólszerzéssel, már az első perc végén a fehérmezesek vezettek. A folytatásban sem vettek vissza a tempóból horváték, az eddig papírforma szerint teljesítő újonc csak a félidő közepéig tudta féken tartani ellenfelét. A szünetben már 5 gólos volt a Bretton előnye, és ezt a második játékrészben tovább növelte a listavezető, még úgy is, hogy az utolsó percekben egy piroslapos kiállítás miatt emberhátrányban játszott az együttes. A kissé hitehagyottan futballozó Dekkebau erejéből csak fél időnként 1-1 gólra futotta, így a Bretton végül 11-2-re nyerte a mérkőzést. Most bejöttek a helyzetek, igazából rúghattunk volna még többet is, de most nem tudtuk jobban kihasználni. Úgy érzem, hogy mégis most használtuk ki a legjobban a helyzeteinket ebben a bajnokságban. Kellett is ránk fért, mert az eddigi meccseinket olyan 1-2 góllal nyertük. Picit kellett a gólányunkhoz, hogy most jobban játszunk. Elég nagy különbség lett a vége, jobb volt ennyivel az ellenfél? Mindenféleképp jobb volt, megérdemelten nyertek. Mivel lehetett volna megfogni őket? Kicsit nagyobb akaratta. Akarásban szerintem messze. Nem úgy teljesítettünk, ahogy idáig szoktunk előtte többi mérkőzésen. A kékmezes Truck Trailer Köfém 2 a MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronosszal találkozott a 7. fordulóban. Az akarással nem akadt probléma egyik oldalon sem, ennek köszönhetően jó iramú első fél időt produkált a két csapat. A döntő szituációkban azonban rendre rossz megoldást választottak a pályán lévők, így egészen az utolsó percig úgy tűnt, hogy az első játékrész gól nélkül zárul. Ekkor a Truck Trailer némileg váratlanul vezetést szerzett, és az előnyt a második félidő elején növelni is tudta az újonc. A mérkőzés utolsó 10 percében aztán felpörögtek az események, ebben az időszakban 4 gól is esett igazságos elosztásban. A Truck Trailer Köfém 2 így 4-2-re nyerte a MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Elleni találkozót. Nézzük az első osztály eredményeit. Bádogos Fevita 5-2, Jó Rádió Old Boys 3-10, Klubfeca C plusz V 7-4, Bonbon Fehérvíz 3-4, Bretton RT Dekkebau 11-2, Truck Trailer MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronosz 4-2, Turulline Maratonsport 1-10. A tabellát a Bretton RT vezeti 24 ponttal, második a Bádogos 19 ponttal, harmadik a Klubfeca 18, míg negyedik a Bonbon 16 ponttal, a Feca és a Bonbon egy találkozóval kevesebbet játszott, mint a többiek. 5. a C plusz V, 6. a Fehérvíz, 7. a Maratonsport, 8. a Trák, 9. az Old Boys, 10. a MÁV, 11. a Dekkebau, 12. a Fevita, 13. a Turulline, és a Jó Rádió eddig mindössze 3 pontot szerzett, a 14. helyen áll. Az 1B 6. fordulójában a következő eredmények születtek: Plaszbau Alba Komplett 4-2, Picicsel Cooper 1-8, Mástészta FC Chelsea 5-1, Opsitos Duplex 1-4, Folyák BT Széphő 3-3, Ságépítő Shellgáz 4-0, Coral Total Food 3-3. Itt a Cooper SC áll az élen, holt versenyben a Picicsellel mindkét együttesnek 15 pontja van, harmadik a Duplex 12 ponttal, negyedik a Mástésztes, ötödik a Plaszbau szintén 12 ponttal. A kieső helyeken jelenleg 11. a Coral 4, 12. a Total Food szintén 4, 13. az Opsitos 3 és 14. a Polyák BT 2 ponttal. Kedves nézőink, az első osztályú kispályás bajnokságban a jövő héten a 8. forduló 2. játéknapját bonyolítják le. Ekkor a MÁV Gépészet az Old Boys-szal, a Dekkebau a Bombonnal, a Klubfeca pedig a Jó Rádióval méri majd össze erejét. Kedves nézőink, ennyi volt már a kispálya. Én megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!